A Kecskeméti Neumann János Egyetem idén 8. alkalommal rendezte meg logisztikai versenyét, ahol a második fordulóban a csapatoknak 24 óra alatt az egyéb feladatok mellett egy fő projektet is el kellett készíteniük. Abszolút logisztika, tehát a verseny címe is 24 óra logisztika körül, tehát logisztikával kapcsolatos feladatok voltak. Volt egy fő projektfeladat, amit végig a 24 óra alatt kellett elkészíteni, ennek több része is volt. Egy teljes, a Szobi volt a főszponzor, az üdítőitalgyártó, és egy Szobi ellátási láncot kellett megtervezniük tulajdonképpen. A verseny számos kisebb feladata mellett a fő projekt idén egy Szobi ellátási lánc megtervezése volt, ahol a logisztika minden területét és szempontját is figyelembe kellett venni a diákoknak. Az ellátási lánc, a Szobi ellátási láncát kellett megterveznünk, illetve egy Szobi kartonokba kellett egy kamiont készítenünk. Hát nem volt könnyű, de megoldható volt azért. Azonban nem csak új információkkal és felvételi többletpontokkal, hanem élményekkel is gazdagodtak a diákok. Többek közt részt vettek előadásokon, gyárlátogatáson, de összeállítottak egy komplett fékrendszert is a tanulók a verseny keretei közt. Egy jó élmény volt, szerintem mindenki nevében mondhatom ezt, viszont azért hát megviselt, mondjuk úgy, mivel hát azért maga a verseny 24 óra volt, viszont ugye az utazással, stb. Együtt szerintem ilyen 36, lehet akár 40 órát is folyamatosan fent ébren töltöttünk. Az iskola továbbiakban is tervez csapatokat indítani a versenyen, illetve számos diák is szívesen részt venne a megmérettetésen jövőre is.